Számítsuk ki a kifejezés értékét, tehát itt található a feladat. 2 az ötödiken, szorozva 8 a másodikon, törve mínusz 2 az egész a harmadikon, szorozva mínusz 32-vel. És a végén majd a helyes válasz, 4 lehetőség közül be kell karikáznunk, hogy melyik a helyes válasz. Azt látjuk, hogy 2, 8, mínusz 2, mínusz 32, ez mind 2-nek a hatványai. Tehát minden egyes hatványt az első lépésben fölírok, minden egyes számot az első lépésben fölírok, mint 2-nek a hatványa. Hát a 2 az ötödiken azt csak lemásolom. A 8-ról tudom, hogy az 2 a harmadikon, tehát írom, hogy 2 a harmadikon, és az még majd a másodikon, tehát itt még zárójelbe tesszük, és majd a következő lépésben ugye a hatvány hatványozását számolom. Alulról mínusz 2 a harmadikon, mivel páratlan kitevőn van, tanultuk, hogyha páros kitevő lenne, akkor ugye a negatív számból pozitív lesz, viszont mivel páratlan kitevőn, így ez a mínusz meg fog maradni. Tehát a mínusz 2 a harmadikon az ugyanaz, mint hogyha azt mondanám, hogy mínusz és 2 a harmadikon, mert így is úgyis negatív lesz ugye a páratlan kitevő miatt. A mínusz 32-t, a mínusz megint csak lemásolom, a 32-t pedig fölírom, mint 2 az ötödiken. Nézzük most újból a számlálókat. 2 az ötödikent lemásolom, 2 a harmadikon is, az a másodikon, hatvány hatványozása, alapot lemásolom, kitevőket összeszorzom, 3x2 az 6. Alulról van két mínusz előjel, mínuszszor mínusz, az ugye plusz fog adni, és akkor 2 a harmadikon szor 2 az ötödiken, ezt a következő lépésben össze tudom vonni, hiszen alapot lemásolom, kitevőket összeadom, 3 meg 5 az 8. Ugyanezt alkalmazom a számlálónál is, alapot lemásolom, az 2, a kitevőket összevonom, összeadom, 5 meg 6 az 11. A végén ez a tört valójában egy osztást jelent, 2 a 11-ként el kell osztani 2 a 8-onnal. Hogyan osztunk azonos alapú hatványokat? Alapot lemásolom, kitevőket kivonom, 11-ből kivonom a 8-at, az 3. És 2 a harmadikon a végén felírhatjuk, hogy az 8. Megkeressük a választ, láthatjuk, hogy az A válaszunk a 8, tehát ezt kell bekarikázni. Elérkeztünk a 9-es tesztünk utolsó feladatához, ahol is Béla szabad idejében lekvárt főz, mégpedig szilvából és barackból. Ez ilyen kevert lekvár lesz. A szilva, barack és a cukor aránya 5 arányik a 2 arányik a 3. Ugye ez azt jelenti, hogy 5 egységnyi szilvát tesz bele, 2 egységnyi barackot és 3 egységnyi cukrot. Két feladatunk is van ezzel kapcsolatban. Hány kilogramm szilva kellett 3,6 kg cukorhoz? Ami talán a zavaró ebben a feladatban, hogy három mennyiség is szerepel, szilva, barack és cukor. Figyeljünk arra, hogy egyszerre csak kettőt figyeljünk. Tehát az A kérdésünk, szilva és cukor. Hány kilogramm szilva, írjuk tehát az aránypárt, ugye x kilogramm szilva, 3,6 kg cukorhoz, ugyanebbe az oszlopba írom a 3,6 kg cukrot. Nézzük az arányokat, hol van a szilva, az a legelső szám, tehát az ötöst írom. Mivel ebben a feladatunkban, tehát az A feladatban nem szerepel a barack, ezt a kettes most nem figyelem, hanem a cukornak az arányát nézem, ami 3. Tehát az arányunk 5 és 3. Tehát a szilvából kell 5, a cukorból kell 3 egység. Mivel ez egy egyenes arányosság, hiszen ugye az arány azt mondja, hogy ha nagyobb egység, több egységet veszünk, az természetesen kilogramban is több lesz. Tehát ez egy egyenes arányosság, az azt jelenti, hogy a nyilak egy irányba fognak mutatni. Itt látjuk, hogy a 3-as a kisebb, az 5-ös pedig a nagyobb, tehát fölfelé húzom a nyilat, így akkor bal oldalt is fölfelé fog menni. Írjuk fel akkor az aránypárt. 3,6 aránylik az x-hez, mint 3 aránylik az 5-höz. Íme itt található az aránypár. Külső tagok szorzata egyenlő a belső tagok szorzatával. Mivel a belső tagokkal ott található az x, azt írom előre, 3-szor x egyenlő 5-ször 3,6. Ha itt szoroztam 3-mal, a másik oldalon osztok. 5-ször 3,6 per 3. Hát az 5-öst és a 3-as nem tudom egyszerűsíteni,
de a 3,6-ot el tudom osztani 3-mal, ugye nagyon egyszerűen 3-at is, meg a 6-ot is, az 1,2. És 5-szer 1,2, 5-szer 1 az 5, 5-szer 0,2 az még 1, tehát összesen 6 kg. Tehát az első kérdésünkre, hogy hány kilogramm szilva kellett 3,6 kg cukorhoz, a válaszunk, ennyi cukorhoz 6 kg szilvára van szükség. A második kérdésünk, tehát B alatt, hány kilogramm lekvár lett a végén, ha a főzéskor a tömeg 40%-a elveszett? Hát ahhoz, hogy erre válaszoljunk, először is szükségünk van arra a kérdésre, hogy mennyi barackot is használtunk fel ennek a lekvárnak az elkészítéséhez. Hasonlóképpen, mint ahogy az előtt kiszámoltuk a szilvának a mennyiségét, ugye a cukor arányában, most kiszámoljuk a baracknak a mennyiségét. Hogyan írom most föl? 3,6 kg cukorhoz kell x kg barack. És figyeljük az arányokat, ugye a cukor az a legutolsó, tehát az a 3-as, a barack pedig a második, tehát az a 2-es. Ugyanúgy oldom meg, mint az előtt, egyenes arányosság, aránypár, 3,6 aránylik az x-hez, mint 3 aránylik a 2-höz. Külső tagok szorzata egyenlő a belső tagok szorzatával. Ugye a belső tagokkal kezdem, 3-szor x egyenlő 2-szer 3,6. Ha itt szoroztam 3-mal, a másik oldalon osztani fogunk. Ugyanúgy, mint hogy az előtt, a 3,6-ot elosztom 3-mal, ugye az 1,2, és 2-szer 1,2, megkapjuk, hogy a baracknak a mennyisége az 2,4 kg. Vagyis 3,6 kg cukorhoz, ez már itt nem az A, ez a B-nek a része, 2,4 kg barackra van szükség. Most miután kiszámoltuk, hogy mennyi szilva, mennyi barack és mennyi cukrot használtunk el, adjuk ezt össze, tehát 3,6 kg cukorhoz ennyi szilvát, tehát 6 kg szilvát, és 2,4 kg barackra volt szükség. Összesen, ugye összeadjuk a 6-ot, a 2,4-et és a 3,6-ot, hát a 2,4 és a 3,6-nak az összege az 6, 6 meg 6 az 12. Ami azt jelenti, hogy nekünk összesen, ezt mind összeadjuk, ugye 12 kg lekvárunk van. Viszont főzéskor, ugye valamennyi el fog rotyogni, úgy is mondhatnám, azt mondja, hogy a tömegnek a 40%-a elveszik. Hát most számolhatnánk úgy is, hogy kiszámoljuk, hogy mennyi veszik el, és akkor ebből a 12 kg-ból kivonjuk, vagy pedig inkább mindjárt arra megyünk, hogy a főzés után 60% fog maradni, hiszen 40%-a elfort. Hány kilogramm lekvárunk van összesen? 12, ez a 100%. Mennyi marad utána, az pedig az x kilogramm, az lesz a 60%. Mivel százalékos aránypár, tehát egyenes arányosság lesz biztos, írjuk fel az arányt. X aránylik a 12-höz, ugye a nyíl alapján, mint ahogy a 60 a 100-hoz. A két külső tag, azzal fogom kezdeni, 100-szor x egyenlő, a két belső tag szorzata 60-szor 12. Ha itt szoroztam 100-zal, a másik oldalon osztani fogunk 100-zal, tehát osztunk 100-zal, leegyszerűsítjük a nullát és a két nullát, ugye marad csak 6-szor 12 per 10, a 6-szor 12 az 72, és a 72-t úgy osztom 10-zel, hogy egy tizedes, tehát a tizedes veszőt egyel balra viszem, és megkapjuk, hogy a végeredményünk 7,2 kg. Mit jelent ez a 7,2 kg? Eredetileg volt 12 kg lekvárunk, de főzés közben valamennyi elfort, ugye ez a 40%, és a végén maradt akkor 7,2 kg tiszta lekvár. Hát miután kifőztük a lekvárt, akkor jó étvágyat kívánok hozzá, hiszen megérdemeljük, mind a 20 feladatot megoldottuk ebből a tesztből, remélhetőleg tanulságos volt. Köszönöm a figyelmeteket!